És ezért szerezte a házasságot, hogy a házasságban ez a két gyönyörű ember bemutassa azt, hogy az Isten hogyan viszonyul hozzánk, és az Isten mennyire szeret minket. This is the story of the son of God hanging on a cross for me. But it ends with a bride and groom and a wedding by a glassy sea. Oh, death, where is your sting? 'Cause I'll be there singing holy, holy. Tudjátok, az, hogy most itt vagytok, az, hogy ilyen jól néztek ki, ez egy isteni tervnek a része. Hiszen azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten teremtett egy gyönyörű Ráhelt, egy szép és okos Ráhelt, aki néha tűzről pattant. De azt olvassuk a Bibliában, hogy teremtett egy jóképű, egy gavallér, egy Ráhelnek mindent megadó, egy Tamást. És miért? Azért, mert ez volt Istennek a terve, ez volt Istennek az akarata, hogy teremtsen embert az ő képmására, az ő hasonlatosságára. És ahogy ránézünk az ifjú párra, akkor azt látjuk, hogy az ifjú pár szereti egymást. Az ifjú pár oda van egymásért. Az ifjú pár egymás szemébe néz, és ezt látjuk. Hová Tamás Dániel? Kijelented-e, hogy az itt jelenlévő Géczi Ráhellel házasságot kötsz? Igen. Géczi Ráhel, kijelented-e, hogy az itt jelenlévő Horváth Tamás Dániellel házasságot kötsz? Igen. Szóval 2019. szeptember elején Ausztriában mutatták be őket egymásnak. Tomi megpillantotta Ráhelt kutyasétáltatás közben, gyorsan hazament átöltözni, illatosított, visszament hozzá, leült mellé a bárba, és rögtön egy hullámhosszra kerültek. Hajnali 1:30-ig beszélgettek,
szerintem elég jól alakult a kapcsolat eleje. Hölgyeim és uraim, már itt is vannak köztünk, az ifjú pár. Kell, hogy mondjam nektek, hogy jó két évvel ezelőtt, amikor Ráhelnek a telefon beszélgetéséből csak mindig azt hallottam, hogy rengeteget nevetnek. Egyszerűen csak tele volt örömmel, és éreztem, hogy itt valami készülődik, és mikor megtudtam a tényeket, akkor úgy éreztem, hogy ez a fiú, ez olyan valaki, aki nagyon sokat ad Ráhelnek, és nagyon-nagyon megtölti a szívét. És mikor megismertem a Tomit, akkor éreztem, hogy rábízhatom Ráhelt. Köszönjük mindenkinek, és örülök, hogy itt vagytok, és velük ünnepeltek. Úgy gondolom, hogy még egy ilyen az életünkben nem lesz, hogy mindenki, akit szeretünk, aki a barátunk, aki a szeretünk, így néznek ránk, és ilyen nyitott szívvel, és csodálattal ülnek itt. Köszönöm szépen, és érezzétek jól magatokat! Tomi Vacilát! A Ráhelt könnyebb! Persze! Persze! Légy szíves, szerezzétek meg! Adjátok oda a párnak, gyertek vissza a székre, üljetek le, ez nem más, mint egy ceruza! Visel ezt a gyűrűt, szeretetem és hűségem jelenül, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Most pedig, hát...